többek között ezen a kis vasúton is mehettek néhány kört azok a gyerekek, akik május utolsó vasárnapján, azaz gyereknapon ellátogattak a Babits Mihály Kulturális Központba Szekszárdon. Mindemellett mozivetítés, ajándékpattogatott kukorica és kézműves foglalkozás is várta az odalátogatókat. A kollégáimmal hosszas előkészítés után egy kétnapos programsorozatot szerveztünk ide a házba, amely ingyenes mozi előadásokat, gyermekkoncerteket, az imént éppen a Csurgó zenekar lépett fel nagy sikerrel, egy kis vasutat indítottunk be egy vállalkozói felajánlásból, tehát főképpen ingyenes programokkal, kézműves foglalkozással próbáltuk becsologatni a város apraját, nagyját. Nagy sikerrel történt, ugyanis teljesen teltházan működik az egész nap. Tolnán az eső bekényszerítette a gyerekeket a lovarda épületébe felállított játszótérbe, amik korán sem szegte kedvüket, hiszen számtalan lehetőség várta őket arra, hogy végre kiszabadulva a bezártságból élvezzék a felkínált lehetőségeket. A szülők azt mondják, számukra is fontos, hogy közösen ünnepeljék meg a legkisebbek napját. Csillantepko. És az arcodon? Unikornis. Ismét élettel telt meg a bátaszéki Bézikheim játszótér. A már hagyománynak számító városi gyereknapra, ahogy általában minden évben ötletes és ingyenes programokkal készült a Bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár vezetése és a Nagycsaládosok Bátaszéki Egyesülete. Volt itt ugrálóvár, gipszfestés, kézműves sarok, ügyességi játékok, ajándék és rengeteg jókedv. Sok-sok idő eltelte után végre megint itt vagyunk együtt, tehát a hangulat az azonnal visszajött szerintem, mintha csak akár tegnap hagytuk volna abba. Egy nagyon nehéz éven, másfél éven vagyunk túl, nektek is nagyon megterhelő volt, gyerekek, nem volt óvoda, nem volt iskola, nem lehetett programokra menni. Most már ez a vírus elleni védekezés lehetővé teszi, hogy rendezvényt tartsunk. Rövid köszöntővel indította meg Kalocsa polgármestere az idei gyermeknapi eseményt, amit a hagyományok szerint a Csillás Parkban rendeztek meg. Sok programmal és látnivalóval készültünk a kicsiknek. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz időszak volt ez nekik is, nyilván a szüleiknek is, úgyhogy ők a mi kis hétköznapi hőseink, úgyhogy őket szeretnénk megajándékozni ezekkel a programokkal. A kicsiknek ebédidőben pizzával és jégkrémmel, délután pedig koncerttel és különböző programmal, játékkal kedveskedtek a szervezők.